Üdvözlök mindenkit a videódon filmes csatornán, folytatva a Batsmenszer filmek bemutatását, jöjjön az 1982-es Banános Csó. Ha a színész karrierjét nézzük, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legjobb időszakát élte. Önálló filmjei is nagyon jól működtek, és ekkor készítették el Terence Hill-el a kincs, ami nincset, ami az egyik legnagyobb sikere volt a duónak. Ennek ellenére kicsit változóban volt éppen az olasz filmgyártás, ennek köszönhetően kisebb megtorpanás állt be a páros karrierjében. Bud Spencer azonban a munkahíve volt, és folyamatosan forgatott önálló mozikat. Ezek közül volt az egyik a banános Joe, a rendezői székbe visszatért a Piedone filmekből ismert direktor Steno, illetve az alapötletet maga Bud Spencer szolgáltatta. Ugyanitt érdemes megjegyezni, hogy magát a forgatókönyvet nem Bud Spencer írta, csak az ötletet szállította. Őszintén megmondom, hogy én annyira ezt az alkotást nem kedvelem, és ennek több oka is van. Az egyik ilyen, hogy ezt a filmet először 1992-ben mutatták be Magyarországon, videókazettán, mégpedig az Intercom. Előtte nem nagyon volt hozzáférhető, ennek köszönhetően nagyon érdekes volt ezt a filmet akkor látni, amikor már Bud Spencer karrierje leáldozóban volt ehhez kapcsolódik egy másik problémás dolog, annak ellenére, hogy egy klasszikus korszakból származó filmről van szó, még sincs hozzá bújtoros szinkron. Ezt a filmet már eredetileg is Kránic szinkronizálta. Minden esetre, akárcsak a Piedone harmadik részénél elég nehéz eldönteni, hogy vajon a klasszikus szinkron hiánya mennyit ront az élményen. Ebben az esetben úgy fogalmaznék, hogy nem hiszem, hogy a klasszikus szinkron hiánya miatt ment félre nálam a film, de elképzelhető, hogy ha lenne hozzá egy régi, szórakoztató, vicces szinkron, akkor jobban szeretném én is. Minden esetre, ha most függetlenítem magam a magyar vonatkozásoktól, akkor is van két dolog, ami nem igazán tetszik a banános zsóban. Az egyik, hogy érezhetően az egész alkotás nagyon szeretne gyerekkompatibilis lenni. A másik, ami kicsit kapcsolódik ehhez, hogy mindezt teszi néha egy picit bugyuta módon. Magát az alaptörténetet nézzük, akkor kapunk egy nagyon egyszerű embert, Banános Jót, aki egy kis faluban él, rengeteg gyerekével és banánt takarít be. Az egyetlen kapcsolata a külvilággal, hogy eladja a banánt. Ez egészen jól működik, addig, amíg ki nem derül, hogy a banánárusítás árusítás engedélyhez kötött, az engedélyhez pedig személyig az online kell. Azonban ez egyáltalán nem egyszerű feladat Banános Joe számára, hiszen még a rendes nevét sem tudja. Érezhető, hogy a mozi alakkoncepciója is nagyon eltér a többi Bud Spencer filmtől tulajdonképpen csak két akció kapunk, és az igazán ízes poénok is elmaradnak. Persze lehet nevetni a filmen, de inkább olyan vicceket tartalmaz, mint mondjuk a Piedone 3, illetve a 4, és nem pedig olyanokat, mint az 1 vagy a 2. Minden esetre számomra volt néhány jelenet, ahol úgy éreztem, hogy kicsit túlzásba esik a film, ilyen volt, amikor Bud Spencer elfúj egy csónakot, vagy amikor repül az autó. Ráadásul ebben a tekintetben a magyar szinkronnak is sikerül felzárkóznia, ugyanis számomra meglehetősen zavaró volt az egész filmet végig kísérő kispistázás. Legalábbis az első két-három alkalommal még nevettem rajta, de utána már kezdett fárasztani. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a filmben van néhány jó beszólás, például a zárolod a pofádat, csak sajnos viszonylag kevés, és ez is Kránic Lajos prezentálásában. Összességében szerintem nekem ezzel a filmmel egy kicsit az a problémám, hogy hiányzik a gyerekkori nosztalgia, hiszen kicsit később láttam, illetve hiányzik a klasszikus magyar szinkron is. Ezt leszámítva még mindig egy szórakoztató darab, de mondjuk nem sorolnám a 10 kedvenc Bud Spencer filmem közé kicsit kétértelmű a viszonyom ezzel a mozival, szeretem, de közben bizonyos hibáin nem tudok felülemelkedni. Így összességében én a magam részéről egy alternatív Bud Spencer Terence skálán 55%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!